Számítógépes munkákkal vesz részt 2000 óta a kiállításokon ifjú Koffán Károly grafikus és festőművész. Ez pedig a geometria tanári hivatásának köszönhető. Ekkor kezdett el foglalkozni az illuzionisztikus terek geometriájával. Ebben a témában két alkotása látható itt. Ez a munkám gyakorlatilag már szerepelt egy kiállításon, ahol Bartók 6. vonós négyese címét kapta, ami némi asszociáció arra, hogy négyesével látunk itt elemeket ismétlődni. Gyakorlatilag ez a térelmélet egészen visszanyúlik a reneszánszkor építészéig, Palladióig, aki a Vicenzai Színházat építette, és benne egy egészen furfangos térhatású díszletet. Meghalt felesége Ciránszky Mária nevében is szeretett volna szólni, akinek két munkája is látható a Szekszárdi Művészetek Házában. Magánéletüknek volt egy válságos időszaka, amely később aztán rendeződött. Akkor csinálta ő azt a munkát, amelyik a tékozló fiú hazatérése. Rettenetesen megrendítő volt számomra, hogy ilyen magas szintű, nemes módon reagált arra a helyzetre, hogy én egyszer elmentem, és visszajöttem, és visszafogadott. A másik a Danaé című kis szobrocska, amely töredékesen maradt fenn, ezt restaurálnia kellett, végül kiöntette bronzba. A grafikus festőművész felesége halála után elhatározta, hogy minden fórumon igyekszik képviselni asszonya művészetét. Könyv István János grafikus művész három alkotása is itt látható, aki a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Magyar Kultúra Lovagja kitüntetésben részesült 2022-ben. A most látható képeivel a téli tárlat hangulatához igyekezett igazodni. Egyrészt visszatértem a tusrajzhoz a számítógépes grafika után, ez is egy apropó és egy újdonság egy ilyen közös bemutatón. Amúgy pedig igen, van konkrét témája. A házam előtt van három nagyon öreg beteg fa, amit többször próbáltam kivetetni, és helyére életvidám és életet szerető, igénylő és bemutató fákat ültetni, de nem kaptam rá engedélyt, mert az zavarná az utcaképet címszóval. Sokáig gyűlölet tárgya volt előttem ez a három fa, mert ez a göcsörtökbe ott vergődik előttem. És mivel az idő megy és eltelt közben számtalan év, lassan-lassan kezdtem megszeretni őket, ezeket a gnómokat, én úgy hívom őket, hogy gnómok, és egy kicsit úgy van vele az ember, mint az idő múlásával, hogy a kritikai szellem az egy idő után szeretetbe szelidül, és kezdi megérteni ezeket a betegségeket, ahogyan nálam is a kor változik. A hagyományteremtő Tolna megyei téli tárlaton első alkalommal adták át a Vízpartköz Alapítvány által létrehozott Garai Ákos díjat, amelyet Gáspár Gyula marosvásárhelyi születésű festőművész vehetett át. A művész két különleges technikával készített munkája is látható most a tárlaton. Van ennek egy története, hogy több mint 20 éve egy Lehmann Gyuri nevű borász barátunknál tartunk művésztelepet nyáron, és volt egy olyan év, amikor nagyon rossz volt az idő, és akkor láttam, hogy ott bent beszorultunk a présházba, és ő meg szűrte a borokat, ugye palackozás előtt átpréselik, átszűrik a bort, hogy tiszta legyen, és akkor rakosgatta ezeket a szűrőpapírokat, és onnan indult el nekem tulajdonképpen az előbbi sorozatom, az egy borszűrőpapírra készült rajzok voltak, aminek az volt a összefoglaló címe, hogy boros történetek, hát attól volt boros, hogy ugye a boros papírra készültek. Na most ez abból következett ez a bor, hogy mindig vörösbort felhasználom víz helyett akvarelezésre. Továbbá többen vehettek át elismerő oklevelet művészetükért. Ahhoz, hogy a kiállításon részt vehessen valakinek a műve, bizonyos szempontoknak kellett megfelelni, mondja könyvkata, kurátor, Barcsai Díjas festőművész. A korszellem, a helyi identitás volt a kritérium. Több szándék találkozásából jött létre.
a Tolna megyei téli tárlat. A Babits Mihály Kulturális Központnak eleve volt egy ilyen szándéka. Én pedig megkerestem a Babits Mihály Kulturális Központot, az én szándékom, most ez a kettő kiállítási szándékom, amiben hoztam volna általam vezetett művésztelepet, illetve a Magyar Alkotók Országos Egyesületének az anyagát, a Tolna megyei vonatkozású anyagát. Volt egy ilyen vízióm, hogy szeretnék egy ilyet, és kapóra jött gyakorlatilag, összedolgoztunk, és így lett a kettő szándékból egy, és így jött létre ez a tárlat, és szeretnénk folytatni majd triennálé jelleggel. A kurátor saját festményei is feltűnnek az első Tolna megyei téli tárlaton. Vegyes technikájú művek olajfestményű alap beleaplikált területjelzővel. Férje volt a modellje. Az otthonból született a modellemnek, aki egyben a férjem is, vagy a férjem, aki egyben a modellem is, porckorong műtétje volt, és tette-vette a növényeket, hogy most hogyan férünk el, és akkor ennek az intim, illetve groteszk jellegét próbáltam fokozni ezekkel a biztonsági szallagokkal, hiszen akár ezek a korlátok a saját fejünkbe is vetíthetőek, és az ember, ahogy téblából adott esetben, hogy mit hova menekítsen, vagy hogyan haladjon egyáltalán úgy a napjainkban úgy, hogy közben vigyázzon magára, erre egy ilyen ironikus, kicsit groteszk, de szeretni való reakció. A téli tárlaton több generáció alkotásai láthatók, az egyetemista korosztálytól kezdve a megye legidősebb, illetve nemrég elhunyt művészéig. A kiállítás célja keresztmetszetet adni a megyei kötődésű kortárs képzőművészeti törekvésekből. A színvonalas műveknek a Babits Mihály Kulturális Központ által működtetett Művészetek Háza ad otthont.